Látni és látszani. Ezzel a címmel zajlik már 2012 óta egy figyelemfelhívó kampány, amely a baleset megelőzésre fókuszál. Hamarosan téliesre fordul az időjárás, az óraátállítás miatt pedig már korábban sötétedik. Éppen ezért Light Friday elnevezéssel tart idén negyedik alkalommal egy programot a rendőrség. Baranya megye is csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek köszönhetően a láthatóságot javító közlekedésbiztonsági eszközöket kaphatnak a közlekedők. Az őszi-téli időszakban főleg a kerékpárosok és a gyalogosok vannak kitéve veszélynek az utakon. Gondolok itt a korai sötétedésre, a csapadék miatt átnedvesedő lehullott falevelekre, így főleg az ő részükre osztunk láthatósági felszereléseket, kerékpáros lámpákat, rengeteg láthatósági mellényt, illetve egyéb kerékpáros villogó felszereléseket. Ezt az akciót november 4-én pénteken rendezi meg a baranyai rendőrség. 9 és 12 óra között a belvárosi bevásárlóközpontban várják az érdeklődőket. A balesetmegelőzési standunknál szeretnénk, hogyha a látogatók kitöltenének egy látni és látszani külön erre az alkalomra készített tesztlapot, amely természetesen a láthatósággal kapcsolatos, illetve világító és jelzőberendezések használatával kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. Ezek után lehet választani egy közlekedésbiztonságot javító eszközt, amelynek az ára egy köszönöm. Jellemzően az őszi-téli időszakban fordul elő a ködös időjárás. A ködben történő közlekedés pedig nagyobb odafigyelést igényel. Az egyik legfontosabb, hogy ködös útszakaszokon csökkentsék a járművük sebességét, valamint tartsanak a szokásosnál nagyobb követési távolságot, és lehetőleg tartózkodjanak az előzéstől. A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes.